Sziasztok! Ma egy körözetet fogok készíteni nektek. Én brinzából csinálom, de más túróból is lehet. Tehén túró, kecske túró, ki mit szeret, vagy mi van éppen neki otthon. Ez reggelire egy kis spiritoshoz nagyon-nagyon gyorsan elkészíthető kis krém. Hagymát itt fölvágtam egy kicsit apróbra, és a fokhagymát is kicsit most így összevágtam, beleteszem az összes hozzávalót, a túrót, a vajat, a fűszereket. Én egy pici sót használok, pici kömény, elég sok kömény, nem picit, egy pici borsot, és gyakorlatilag más nem teszek bele, mert a fokhagyma és a hagyma ad neki egy jó kis karakteres ízt, és a köménytől meg még jobb lesz. Itt tudom, hogy 125 g a brinza, és ebből egy olyan három személy bőven megregelizik. Pirítost készítek hozzá, nem teszek túl sok sót először, meg kell majd kóstolni. Lehet hozzá aprítani más fűszereket is, ki mit szeret. Piros paprikát is hozzátettük. Legyen jó kis színe, most csak sajnos egész köményt szoktam én ehhez hozzátenni, ezt külön keverem bele, de most csak ilyen örött köményen van, és ez már akkor beleteszem, már teljesen mindegy. Szépen összeaprítom ezzel a géppel. Nagyon jók ezek a gépek, mert nagyon gyorsan meggyorsítják a munkánkat, nem veszel annyi időt, mint kézzel vagy villával kikeverni ezt, de azzal is lehet. Jó, akkor kell összevontosni a hagymákat, és szépen bele villával kinyomkodni a túróval együtt, és akkor kijön az íze. Hát jó reggelit kívánok hozzá, jó étvágyat, készítsétek el, keressetek, osszatok és lájkoljatok. Köszönöm, sziasztok!